Sziasztok, itt Dr. Szerencs Kutyológia, és a mai videó az egy mit kaptam videó, vagyis hát a Howl videó negyedik része. És megint sajnálom, hogy ezzel a kutyussal vagyok, de még mindig nem találtam meg az igazi karakterem. De miért kell ilyen hangokat ki? Miért? Na szóval, és egyébként köszönöm szépen a 21 feliratkozót, 21 kutyás van már, és 21-en nézik a videókat. Bár soha nem kommenteltek és kevesen lájkoltok, légy szíves, aktívabbak legyetek, mert így lehet, hogy abba fogom hagyni. Aztán meg visszajöttük, és így úristen, miért hagytad abba? Azért, mert nem kommenteltek. Na, mindegy, most ezt hagyjuk is, szóval ez a Howl videó negyedik része. Van egy színező könyv, amit be fognak megmutatni. Természetesen ezek kutyás dolgok. Egyébként ne szól. Egyébként erről a cuccokra csináltam. Szóval erről a cuccokra már régebben csináltam videót. Viszont az nem került fel, mert hát kitörölte a tablet, és nem, aztán meg lusta voltam csinálni. De aztán meg lusta voltam csinálni több. Lusta voltam újra megcsinálni, ezért csak most jutott eszembe, hogy tényleg meg kéne csinálni ezt a videót. És a videó nem felvágásból készül. És ja, és egyébként elnézést, hogy ez a kutya hangokat ad ki, azért is szeretem egy kicsit jobban a másik kutyust, aki egy bibül, csak őt most még sajnos nem találtam meg. Na mindegy. Na szóval. Addig is ugye még nem találom meg, mindig vele leszek a videókban. Jó, na szóval. A színező, azt már kb. Egy éve kaptam, de nem csináltam meg a videóban. Már nem mutattam meg nektek a videóban. Ezt sajnálom. Egyébként az első videóm az október 23-án volt, szóval majd, hogyha október 23-a lesz, akkor lesz egy éves a csatorna. És tudom, hogy majd azt fogjátok írni, hogy hú, de kevés feliratkozót értél el egy év alatt, de ez egy ilyen kisebb kutyás csatornának, ezért az nagy szám, hogy már elérett 21 feliratkozót, mert én fel vagyok iratkozó egy olyan emberre, aki mindig csinál videókat, viszont csak 5 feliratkozója van. Szerintem egyébként nagyon jó videó, de mindig csak ott feliratkozója van, és már majdnem egy éve csinálja. De szóval ahhoz képest egy nagy szám, hogy már 21 feliratkozót értünk el itt a csatornán. Nagyon örül neki György is, és én is, azaz Mesi. Bár én csinálok legtöbbször videót, de ez most nem érdekes. És akkor ezt már kb. Egy éve kaptam ezt a színezőt, csak nem mutattam be. A két könyvet pedig már legalább 5 vagy 6 hónapja, csak ugye akkor törlődött ki a videó, és azóta nem csináltam meg újra. De elnézést, ugye egyébként fenn van a csatornán a videó, de én átnéztem a csatornát, és én nem láttam, hogy fenn lenne. Mindegy, akkor kezdjük is a Howl negyedik részét. Yeah. Szóval, az első, az ugye, ez a kutyás. Rajzoli kutyákat öltöztető könyv, kreatív gyerekeknek. Nagyon szép kutya van rajta. És ezt nem csak nem úgy lehet nyitni, hanem ezt egyébként lehet vinni magaddal. Ez most kit érdekel, mindegy, szóval igen, és itt ki lehet a csontnál le tudjátok szedni, egyébként lehet ilyet kapni mindenhol. Mármint én könyvesboltban vettem, de szerintem 100-ban vagy ilyesmiben is. Elnézést, de látszódik ott a tabletcsuk. Na szóval, itt van. Mérász meg. Na. Szóval rajzolj kutyákat, Chili, Willy, Lili, és itt egy tuti tippeket ad neked a kutyavápolásra kapcsolatban. Szóval igen, itt vannak tuti tippek, stb. Ad az elején. Tudom, ez miért kapcsolódik a színezéshez, nem tudom miért, de ide rakták az elejére. Aztán itt vannak sablonok, amikkel fel tudod öltöztetni a kutyusokat, amit ki lehet venni egyébként ezeket a sablonokat, hogyha így meghúzzátok, csak úgy ki lehet venni, és így lehet visszatenni, mivel ez ilyen spirálos. Csak most nem bírom pillanatnyilag, akkor szerintem ide kell. És hamarosan jön a kutyás színezős vlog is, csak meg kell találnom a színezőt. Na mindegy, szóval igen, ez még egy sablon, szintén ugyanúgy ki lehet venni. Itt megcsináltam buksét.
anyukám, apukám, én, meg én anyukám, apukám, osztatásom, süti, én meg ilyesmi. És itt egy csomó ilyen ugyanilyen van, és a hátuljában pedig vannak, amikre lehet ragasztani a színezőidet. Viszont ez egyben egy bejelentő videó, mivel lesznek mostantól lehet hátterek, mondjuk egy ilyen, egy labdogszos háttér a csatornának, mert a fő csatornámon már vannak hátterek, de ugye nem ilyenek, de itt lesz mondjuk ez az I Love Dogs-os. Ez ugye nem megesse, de egyébként nagyon szépek. Megesse, ugye megesse. Megesse. Meg egyébként azt hiszem ki van tépve egy, ami még kutyás. Ezt nem tudom, hogy hol van. Szóval nagyon jók vannak. Itt a háttérben pedig matricák, amikkel ki tudod díszíteni a színezőidet. Kettő olyan része, ami normálisan kiszínezett, és a harmadik rész pedig olyan, hogy te színezheted ki a matricákat, bármilyen színűre menj, amilyenre akarod. Itt pedig, hogy még milyenek vannak, de az minket most nem érdekel. Ja. Ez lett volna az első dolog, amit kaptam, még elég régen, ugye? Én nem második. Úgy elnézést, hogyha mindenféle dolgot látok a háttérbe, ez nem nagyon megfordul. Az elnézést, hogyha mindenféle dolgot látok a háttérbe, de nem raktam rendet annyira az íróasztalon. Na szóval jöjjön a következő. A következő kettő már két könyv lesz, amit ugye kb. 6 hónapja kaptam. Ja, és miért nem magamat mutatom a videóban, mert nem annyira szeretném sűrűn. Mármint van olyan videó, amiben ugye magamat mutatom, de volt egy olyan videó, azt hiszem, vagy kettő, azt hiszem, de nem fogom sűrűn mutatni, mert nem akarom. Nem vagyok szégyellős, csak most nem. Ez. A pászikas kutya és a fagyi, amit már elkezdtem olvasni. Itt van benne a könyvjelző. Egyébként, hogyha majd kiolvastam mindkét könyvet, vagy ezt, akkor lesz belőle könyvajánló, és hogyha a másikat is kiolvastam, akkor abból is lesz, mert ezek nagyon jó könyvek, szóval már tutira gondolom, hogy lesz könyvajánló. A második az egyébként egy nagyon különleges könyv. Ja, és légy szíves, hogyha itt elkapcsoltad volna a videót, nézd végig, mert a második könyv az valami nagyon különleges könyv. Na szóval Pácika kutya és a fagyi. Ezt egyébként a Alexandra, vagyis már a csapatcenterben az Alexandra, vagyis már úgy hívják, hogy Libri könyvesboltban vettük. És van több fajta rész is. Meg az osztálytársamnak megvan egy ugyanilyen, csak Pálcika cicába. Szóval van Pálcika cicás is a cicásoknak, bár mindkettő dolgot szeretem a kutyák. Na szóval igen, és elnézést az előbbi beleszólását. Na szóval Pálcika cica is van, de én most ugye kutyással vagyok inkább, mint cicás, de azért a cicák is cukik, szóval a pálcika cicásat is majd beszeretném szerezni. De akarom szeretni. A pálcika kutya is a fagyi, Tom Watson-tól. Fagyi éjkrém, ilyen kis árusos. És akkor a hátulját egy kicsit elolvasom nektek, de ezt majd a könyv ajánlóba szeretném. A hőmérséklet csak emelkedik, Pácika kutya és barátai pedig elönti a forróság. Valami hűvösen a szükségük. Mondjuk egy hideg ékrémre ezen a meleg nyáron. Ennyit olvasok fel belőle, a többit láthatjátok. De delfinkönyve.hu. Szóval ott is meg tudjátok nézni ezeket a fajta könyveket. Akkor most egy kicsit nézünk bele. Pácika kutya és a fagyi. És akkor az első fejezet, második fejezet, 13 fejezet van. Én itt tartok az 50. oldalnál. Na, szóval ez lenne az első könyv, ami nem annyira különleges, de most jön majd a második könyv, ami elég különleges. Egyébként ezt a könyvcity.hu-n is be tudjátok szeretni, de mi a csapatcenterben az Alexandra, vagyis most már Libri könyvesboltban vettük ezt. Na szóval, a második könyv, ami elég különleges könyv. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta.
Egy kutya, négy élete, kön. Ez azelőtt készül, mielőtt kijött volna a moziban a film, mert azelőtt írták, de az, akkor adták ki, mikor kiadták a moziba. Februárban egyébként lehetett megnézni. Már a moziban. Minden kutyának küldetése van. Ez a címe, és itt ilyen tapogatós. Ray Bruce Cameron. Van, és imádom ezt a könyvet. Tök, ugye a film az sokkal jobb volt, mert annak izgalmasabb volt a története, mert hogyha ezt elkezditek olvasni, azt hiszitek, hogy kb. Ugyanolyan lesz, mint a film. Nem, sokkal másabb a történet. Egy-két hasonlóság van benne, és kész. És látjátok? Különleges, mert itt aranypont van. Szóval aranypont, azaz különleges. Valori Collection vagy Selection, nem tudom. Szóval lenyűgöző történetünk főszereplője, egy aranyos kutyus, ennyit olvasok belőle. Minden kutya mennybe kerül, kivéve, ha intézetlen feladatuk maradt a földön. Ott van. És nagyon, nagyon hoppá. De szóval, igen. És egyébként ezt, és azt írják, hogy felnőtteknek ajánljuk. Viszont én gyerekként 10 évesen, lassan 11, szóval inkább úgy mondom, hogy 11 évesen is olvasom ezt a könyvet, és semmi bajom nincs tőle. Szóval én gyerekeknek is ajánlom, mert tanulságos és izgalmas. És ez szerintem egy kicsit felvidést is a süli időkben, mondjuk, amikor piszkáltak, hogy ilyesmi. Szóval ez nagyon tetszik ez a könyv, és nagyon különleges, ezt ajánlom nektek. Ez egy könyves oldalra rendeltük, viszont már nem emlékszek a nevére. Az biztos, hogy azt hittem, hogy a könyvcity oldalon minden könyvet megtalálok, és így rám megyek a könyvcitynél, hogy egy kutya négy életre, és ott nem láttam, szóval valami más könyves oldalon, hogyha beírjátok, hogy egy kutya négy életre könyv, akkor majd ott biztos kiadja, hogy hol lehet rendelni. Szóval ennyi lett volna. Ez amit kaptam, vagy amit kaptam, hát Howl videó, negyedik része. Tesszük nyomjátok egy lájkot, kommenteljétek és iratkozzatok fel. Sziasztok! Én Dogszerint kutyaológia voltam. Iratkozzatok fel, azaz legyetek kutyások!